Ez az egyik első szerelvény, amely már a felújított tiszafüredi állomásról gördült ki. A főépületet 1965-ben építették. Tiszafüred vasútállomáson az önkormányzat és a MÁV ZRT együttműködésében 2020 év tavaszától kezdődtek a felvételi épület és környezetének több ütemben történő rendbetételére irányuló munkálatok. Ennek keretében 2020 év decemberére megvalósulhatott az utazóközönséget kiszolgáló vizes helyiségcsoport komfortosabb átétele és áthelyezés a felvételi épületbe. A funkcióját vesztett régi utas WC épületrész bontását követően helyreállításra került a térburkolat, és a bontás során felszabadult terület lehetőséget adott a meglévő kerékpár tároló bővítésére. Az önkormányzat 2021-ben váróterem karbantartási munkáit is elvégezte a MÁV ZRT felügyelete mellett. Kedves tiszafürediek, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István gondolatai juthatnak eszünkbe, amikor az állomás díszparkjában kiállított mozdonyra nézünk, amelyet az önkormányzat kezdeményezésére a tiszafüredi Hámori András szakközép és szakiskola diákjai újítottak föl. Az 1984 óta önálló szoborként kiállított gőzmozdony szerkezetét az évek megviselték, az időjárás az emberi kéz egyaránt megrongálta, így fémlemezei elrozsdásodtak, egy-egy darabját letörték, elvitték, a diákok nagy gondossággal és felügyelettel végezték a kiállított szobormozdony helyreállítását, felületkezelését. Az idei évben az önkormányzat a szabadtéri kiállítási mozdony körüli terület rendezését növénytelepítéssel és a kültéri padok kihelyezésével járófelület kialakításával végezte el. A felújítás 2020-ban kezdődött. Lépcsőzetesen újult meg a fogadóépület, a szociális helység, valamint a forgalmi iroda. Ezen a helyen több mint 40 ezeren szálltak le is föl 2022-ben, tehát nem mindegy, hogy az ide érkező tiszafürediek, akik el akarnak utazni Debrecenbe, Egerbe, vagy akármelyik részébe az országnak, vagy az ide érkező turisták, milyen képet kapnak rólunk. Mondhatjuk azt is, hogy Tiszafürednek ez az egyik kapuja, amelyet első benyomásként megtapasztalhatnak az ide érkezők. És nagyon örülök neki, hogy 2020-ban, amikor kezdeményezte az önkormányzat a vasútállomás rendbetételét, akkor a MÁV ZRT nyitott volt erre a feladatra, és ezúttal is szeretném megköszönni a MÁV ZRT munkatársainak, Fazekas József osztályvezető úrnak külön, hiszen vele napi szinten tartottuk a kapcsolatot, és azért 4 éven át zajlott itt a munka, és igyekeztünk minden körülményt úgy kialakítani, hogy ugyanolyan magas minőségű szolgáltatást kapjanak az ideérkezők, mint a már megújult Szabadstrandon, vagy akár az orvosi rendelőben, vagy ha bejönnek a belvárosba a főtéren is azt láthassák, amit elnök úr is mondott, hogy Tiszafüreden folyamatosan megpróbálunk és meg tudunk újulni. Külön öröm számomra, hogy itt közösségi kezdeményezést is igénybe tudtunk venni. Az itt található, most már ipartörténeti remekmű és emlékműnek, vagy szobornak is említett mozdony, amely 1938-ban épült és 1975-ig szállított utasokat, ez mára már egy turisztikai látványossággá vált a városunknak, és azért aki ide érkezik, nem csak egy rendbetett vasútállomás, tehát nem csak egy olyan ponton száll ki, ahol egyből látja, hogy itt azért ezen a településen figyelnek erre a környezetre is, hanem ez egy turisztikai megállító pont is gyakorlatilag, ahol egy kicsit a magyar vasút története, vagy a magyar vasúti járműgyártás egy remekével is találkozhatnak, amely büszkén hirdeti a monarchiabeli magyar vasúti járműgyártásnak a magas színvonalát. Ezen a kapun pedig évről évre egyre többen érkeznek a Tiszató fővárosába. Az ország és vármegye bérlet adta lehetőséget kihasználva, idén minden eddiginél többen. 1980-ban egy koncertre jöttünk ide Tiszafüredre, Karcagról többen magammal, és vasúton jöttünk. És itt szálltunk le a tiszafüredi vasútállomáson, ami számomra egy 13 éves fiatal, már-már gyermeknek egy érdekes vasútállomás volt. Hiszen önállóan utaztunk haverokkal, egy nagy kaland része volt. És akkor egy kicsivel másabb volt a tiszafüredi vasútállomás. Már akkor is központi fűtés volt, hiszen a váróterem majdnem közepén állt egy vaskályha. És az biztosította a meleget a várakozóknak. És hogy elrepült az idő? Hiszen abban az időben Tiszafüred még egy
járási központ egy nagyközség volt, még nem is volt város. És még nem is gondolt senki arra, hogy a régió turisztikai központja, a Tiszató fővárosa lesz Tiszafüred. Hiszen csak egy jelentéktelen szárnyvonalon egy kicsi vasútállomás volt, amely számunkra volt, itt élők számára fontos. Hiszen egy vasárnap délután rengeteg tiszafüredi fiatal állt itt, akik mentek tanulni. Egy péntek délután rengetegen jöttek haza a kollégiumból, az iskolából, és tudom azt, hogy nagyon sokan jártak be Karcagra, akár Egerbe is vonattal. És most is beérkezik a személyvonat a 10 óra 10 perces, hogyha nem késett semennyit, és ez egy nagyon jó dolog. És most már, ahogy telik az idő, már ennek a vasútvonalnak már több mindent tudni kell. És ennek a vasútállomásnak is több funkciót kell kiszolgálni. Hiszen már nem csak a diákok, a munkába járók, hanem ilyenkor nyáron a turisták hada is érkezik ide Tiszafüredre. Már lehet a vonatra kerékpárt feltenni, és nem mindegy, hogy a Tiszató fővárosa, ahogy belépünk a bejáratnál, a kapunál, milyen képet fogad. Én gratulálok a MÁV-nak, gratulálok a vasútnak, hiszen ez a tiszafüredi megújult vasútállomás bárhol az országba megállja a helyét. És néhány balatoni település vasútállomásánál is szebb és komfortosabb. Én kívánom a tiszafürediieknek azt, hogy élvezzék ennek a vasútállomásnak minden nyújtotta szolgáltatását, és aki ide érkezik, és én pont szerencsés helyzetben vagyok, mert látom, hogy kerékpárral szállnak le a vonatról, nagyon sokan bőröndel, hátizsákkal jönnek, hogy úgy köszönjön Tiszafüred az ide érkezőknek, és úgy köszönjön el a távozóknak, hogy jó érzés belépni ide a Tiszató fővárosának. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó munkát kívánom, és kívánom azt, hogy ugyanígy újuljon meg az egész ország vasúthálózata, és minden egyes vasútállomás, mert a vasútra szükség van. A vasút nem egy elavult, hanem egy modern közlekedési eszköz. Vannak vasútszerelmesek a környezetemben, akik használják, és nagyon-nagyon tetszik nekik, és olyan boldogan alig várták már a bejelentés után, hogy mikor indulhatnak megvásárolni. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog volt a kormánytól, hogy ezt megoldotta, és az embereket ebbe segíti az utazásba, és szerintem jóval többen is utaznak. Május 1-e óta van lehetőség ország, illetve vármegye bérletváltására. Előbbi kevesebb, mint 19 000 forintért biztosít korlátlan utazást a Volánbusz és a MÁV járatain. Utóbbi 9450 forintért teszi ugyanezt lehetővé egy vármegyén belül. A diákok mindkettőt 90%-os kedvezménnyel vehetik igénybe.